A szociáldemokraták győztek a németországi parlamenti választáson, de a második helyezett CDU-CSU is kormányalakításra készül. Csaknem 1200 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak itthon a hétvégén, 3 nap alatt 20 ember vesztette életét. Hány liter vizet szennyezel egyetlen cigarettacsik? Ez is kiderül Áder János legújabb podcastjából. Összedőlt egy templom a spanyolországi La Palma szigetén, elnyelte a vulkánból kiömlő láva. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. A szociáldemokraták nyerték a németországi parlamenti választást a hivatalos előzetes végeredmény szerint. Az SPD a szavazatok 25,7%-át szerezte meg. A kereszténydemokrata pártszövetség története leggyengébb eredményét érte el. A voksok 24,1%-át kapta. Az még kérdéses, hogy melyikük alakíthat kormányt, mindkét nagy tömörülés a zöldekkel és a liberális szabaddemokrata párttal kívánt koalícióra lépni. A zöldek pártja jelentősen megerősödött. A 4 évvel ezelőtti 9%-hoz képest most a választók csak nem 15%-a szavazott rájuk. Az Alternatíva Németországért valamivel több mint 10%-ot szerzett, és a baloldal néhány képviselője is bejut a Bundestagba. Így ünnepelték támogatói a német szociáldemokrata párt kancellárjelöltjét, Olaf Scholzot az eredményváró rendezvényen nem sokkal az első exit pollok után. Az előzetes végeredmény szerint az SPD nyerte a parlamenti választást Németországban a szavazatok 25,7%-ával. Olaf Scholz úgy fogalmazott, a németek többsége kormányváltást akar, ezért szavazott az SPD-re, ők pedig felkészültek a kormányzásra. Pragmatikus párt vagyunk, amely tudja, hogyan kell kormányozni. Magabiztos párt vagyunk, amely azon akar dolgozni, hogy szebb jövőnk legyen Németországban. De azt is megmutattuk, hogy megvan mindenünk, ami egy ország kormányzásához szükséges. Nevezetesen az egység, amelyet mindenki támogat, és ezt szeretném megköszönni, mondta a német szociáldemokrata párt kancellárjelöltje. A kereszténydemokrata pártszövetség története leggyengébb eredményét érte el a mostani választáson. Az előzetes végeredmény alapján a voksok 24,1%-át kapta. Van még azonban esély a fordításra, egyrészt a német választási rendszer sajátossága miatt, másrészt azért, mert ezúttal a koronavírus járvány miatt nagyon sokan szavaztak levélben, ezeket a voksokat pedig majd csak a héten számolják össze. Ezért kormányalakításra készül a CDU-CSU is. Mindent megteszünk azért, hogy az unió pártok kormányt alakítsanak, mert Németországnak most szüksége van egy koalícióra a jövő érdekében, amely modernizálja a hazánkat, mondta Armin Laschet, a CDU-CSU kancellárjelöltje. A zöldek pártja jelentősen megerősödött a 4 évvel ezelőtti 9%-hoz képest. Most a választók csaknem 15%-a szavazott rájuk, a Szabad Demokrata párt pedig 11,5%-ot kapott. Az SPD és a CDU-CSU pártszövetség is a zöldekkel, valamint a Szabad Demokrata párttal szeretne leginkább koalíciót kötni. Szakértők szerint azonban ez nem lesz egyszerű feladat. A zöldek és az FDP között ugyanis óriási a szakadék, szinte minden kérdésben. Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője, az M1-en azt mondta, bár a két nagypárt jelenleg elzárkózik a nagy koalíciótól, még az sem kizárt, hogy végül ez lesz a megoldás. Ne felejtsük, hogy a közelmúltban volt már arra példa, hogy a szabad demokraták lehettek volna a királyt csinálók a német politikai életben, és végül visszaléptek a koalíció lehetőségétől, így újra nagy koalíció alakult annak idején Németországban. Ugye most mindkét nagy párt kizárja a nagy koalíció lehetőségét, és valóban azt látjuk az eredményekből, hogy a német választók is elfáradtak picit a nagy koalícióban, de ne zárjuk ki azért, ha más nem matematikailag azért annak az esélyét, hogy a kisebb pártok hezitálása miatt végül újra tárgyalóasztalhoz kell, hogy üljenek majd a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták. Szakértők szerint még hetekig, sőt hónapokig is eltarthatnak az egyeztetések. Azt mindkét nagy párt jelöltje leszögezte, hogy szeretnék, ha még karácsony előtt megalakulna az új német kormány. Amíg a koalíciós felek nem jutnak dűlőre, Angela Merkel ügyvívő kormányfőként vezeti tovább Németországot.
Néhány perce ért véget a Szociáldemokrata Párt sajtótájékoztatója Berlinben, amelyen a választási eredményt értékelték. Beregnyei Miklós ott van az SPD székházában, hozzá kapcsolunk most. Miklós, miről beszélt Olaf Scholz? Szervusz, jó napot kívánok! Megerősítette Olaf Scholz, amit már tegnap óta mond, hogy ők határozott megbízást kapnak, az ő értékelésük szerint határozott megbízást kaptak a német választók arra, hogy ők vezessék a következő kormányt, és úgy is fogalmazott, hogy az új kormányt azoknak a pártoknak kell megalakítani, amelyek megerősödtek a 4 évvel ezelőtti eredményhez képest. Ez egy egyértelmű utalás a CDU-ra, amely jelentős veszteséget szenvedett. Természetesen, ahogy az előbb is elhangzott, a játszóban Olaf Scholz is úgy számol, hogy a zöldekkel és a liberálisokkal tud koalíciót kötni, és tisztában van azzal is, amit már tegnap este bejelentettek a zöldek és a liberálisok, hogy ők először egymás között kezdik meg az egyeztetést, arról, hogy a közöttük fennálló súlyos véleménykülönbségeket hogyan tudják kiegyenlíteni, és hát nyilván ez a két párt majd arról is fog tárgyalni, hogy saját maguk szempontjából melyik koalíciós partner lenne nekik a megfelelőbb, a szociáldemokraták, vagy a konzervatív CDU-CSU pártszövetség. Itt tehát tulajdonképpen az is megtörténhet, hogy nem a választás első vagy második helyezettje dönti el azt, hogy milyen összetételű kormány alakul, hanem a harmadik és a negyedik helyezett választ magának kancellárt, illetve egy olyan pártot, amelyik aztán végül is a kancellárt jelölheti. Mindenki tisztában van azzal, és erről is beszélt ma Olaf Scholz, hogy hosszú és bonyolult tárgyalások várnak rájuk. Ő abban bízik, hogy egy olyan kormányt tud majd alakítani, amelynek a résztvevői megbíznak egymásban, de ez biztosan hónapokig tart majd. Beregnyei Miklós, köszönjük szépen! Csaknem 1200 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak itthon az elmúlt 3 napban. 20 ember vesztette életét, és már az 500-hoz közelít a kórházban kezeltek száma. A szakemberek továbbra is arra hívják fel a figyelmet, hogy a beoltottak kevesebb, mint 1%-a fertőződik meg a delta varianssal, ráadásul a betegség lefolyása náluk jóval enyhébb, mint az oltatlanoknál. Ezért azt kérik, hogy aki még nem vette fel az oltást, az regisztráljon és oltassa be magát. Egymás után hívják be a pácienseket Miskolcon az oltóhelyekre. A kórház folyosói megteltek, egyre többen jelentkeznek a koronavírus elleni vakcináért. Krónikus betegek vagyunk mind a ketten a férjemmel. Hát mindegy, meg voltunk vele elégedve. Reméljük, hogy nem lesz komolyabb baj. A negyedik hullám erősödésével az esetszámok is emelkednek. Az egészségügy bírja a terhelést, felkészült a betegek fogadására. Intenzív osztályon is már sajnos vannak betegek, illetve az osztályon is nagyobb számban fordulnak elő. Ezeknek jelentős része, főleg akik oltva voltak, azoknál enyhe lefolyású, viszont akik nem voltak oltva, azok közt nagyon sok az intenzív osztályon köt ki, és azért ez aggasztó. Jönni betűk. Debrecenben sincs megállás, reggel azok az orvosok kapták meg a vakcina 3. dózisát, akik hónapok óta részt vesznek az oltások beadásában. Szakemberek szerint a 4. hullám az oltatlanok járványa lesz, ezért az orvosok azt javasolják az oltatlanoknak, hogy minél előbb vegyék fel a vakcinát, az oltottaknak pedig azt, hogy amint lehet, adassák be a 3. dózist. A szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy ezeket az antitesteket termelje. És hogyha ezeket az antitesteket termeljük, ebből elegendő mennyiségre van szükség a vérünkben ahhoz, hogy védekezni tudjunk a vírus ellen. De nem csak az antitestek mennyisége lényeges, hanem az antitestek sokszínűsége is lényeges, hogy nagyon sokféle variáns le tudjanak fedni. A beoltottak száma 5.879.000, közülük 5.630.000-en már a második, 714.000-en pedig már a 3. oltást is felvették Magyarországon. Az elmúlt 3 napban 1183 új fertőzöttet azonosítottak, és 20-an vesztették életüket. A betegség miatt 478-an vannak kórházban, akik közül 71-en vannak lélegeztetőgépen. Jobb helyzetben vagyunk, mint a pandémia előtt. Magyarország a sikeres járványkezeléssel repülőrajtot vett a gazdaság és az ország újraindításában, mondta a 21. század intézet kutatója az M1-en.
Nagy Ervin hangsúlyozta, nem csak az élet tért vissza a normális kerékvágásba, más országoknál sokkal hamarabb, hanem olyan rendezvényeket is meg lehetett tartani, mint a labdarúgó Európa-bajnokság, vagy az eukarisztikus kongresszus. Nagyon fontos az, hogy most az oltásokat fel tudjuk-e ismét pörgetni. A kedvező helyzet megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy azok is felvegyék a vakcinát, akik eddig nem tették, mondta a kutató. Az emberek nem akarnak megint bezártságot. Nyugat-Európában újra és újra zárnak be szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket, Magyarországon továbbra sincs ilyen szabályozás, bízunk benne, hogy nem is lesz. És ez annyiból is fontos kérdés, hogy a Nyugat-Európában látjuk azt, hogy az emberek milyen nehezen viselik. Tehát ott olyan politikai instabilitás van nagyon sok országban, Németországban, Franciaországban, látjuk a tüntetéseket, látjuk az erőszakos megmozdulásokat, Magyarországon ilyen nincs. Nagy Ervin hangsúlyozta, a baloldal hiába támadta a járványkezelést és hiába indított halálkampányt, a magyar kormány stabilitása és népszerűsége nem hogy gyengült, hanem még erősödött is a pandémia alatt. Most pedig nézzük, hogyan alakul a járványhelyzet a világban. Az osztrák fővárosban péntektől jelentős szigorítások lépnek életbe. Bécs polgármestere elrendelte, hogy az éjszakai szórakozóhelyeket és a nagyobb rendezvényeket csak a beoltottak vagy a koronavírus fertőzésen átesettek látogathatják. De szigorítottak az éttermek, az edzőtermek, valamint a kulturális és sportlétesítmények esetében is. A kórházak pedig elhalasztják a nem sürgős műtéteket. Ausztriában jelenleg 60%-os az átoltottság. Részletek Bécsből, Kántor Ivettől. Egyre komolyabban beszélnek arról, hogy a munkahelyeken is hasonló rendelkezéseket kellene bevezetni, és még mindig folyik a vita a jelenleg még ingyenes koronavírus tesztekről. Mert többen azt állítják, azt mondják, és ezt szorgalmazzák, hogy amíg ezek a tesztek ingyenesek, addig nagyon sokan inkább ezt választják az oltás helyett. Egy azonban tény, hogy a kórházak normál osztályain fekvő COVID-betegek 80%-a, míg az intenzív kezelésre szorulóknak a 90%-a egyáltalán nincs beoltva. Szerbiában tovább romlott a járványhelyzet. Egyre többen kerülnek kórházba, akiknek több mint a fele 35 év alatti. Miközben a szerbek közül továbbra is kevesen oltatják be magukat, egyre több külföldi utazik Szerbiába vakcináért. A hatóságok azt tervezik, hogy védettségigazolványhoz kötik a rendezvények, az éttermek és a kávézók látogatását. Belgrád, Pető Attila. Ezt nagyon fontos lenne bevezetni, ugyanis ugye jelenleg az oltakozás 53%-nál ragadt meg, tehát a lakosoknak jóformán a fele még mindig nem oltakozott itt Szerbiában, ezért lenne fontos ezt a COVID-igazolványt mielőbb bevezetni, hogy ezzel is motiválják az embereket arra, hogy tovább oltakozzanak, illetve hát egész egyszerűen valahogy fékezni szeretnék ezt a járványhullámot. Az Egyesült Királyságban egyre többen kérik a harmadik emlékeztető vakcinát. Emellett már lehetőség van a 12 és 15 év közöttiek beoltására is. A kormány célja, hogy karácsonyig ezeken a területeken elérjék a teljes vagy ahhoz közeli átoltottságot. Londonból Kertész Róbert jelentkezett. Jó néhány hete, jó néhány hónapja elmondható, hogy Nagy-Britannia világélvonalában jár az átoltottság szempontjából. Az egészségügyi minisztérium legfrissebb tegnap esti adatai szerint most már közelít a 90%-hoz azoknak az aránya, akik legalább az első adagot megkapták, nincs nagyon lemaradva ettől azoknak az aránya, akik a másodikat is megkapták közülük, ez 83%-hoz közelít, mindez szinte 100 millió adag beoltási vakcina beadását jelent. Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben az emberek csak nem 70%-a megkapta már a koronavírus elleni oltás mindkét adagját. Ez országosan a legjobb eredménynek számít, így a szövetségi állam vezetése úgy döntött, fokozatosan lazítani kezdenek a fertőzés miatt bevezetett korlátozásokon. Így az ott élők lassan visszatérhetnek régi életükhöz. Ki sem kell szállni az autójunkból azoknak, akik Sydneyben koronavírus tesztet szeretnének. Noha sok a fertőzött, Ausztrália legnépesebb tagállamának, Új-Dél-Walesnek kormánya most mégis a lazítás mellett döntött. Országosan ugyanis itt a legmagasabb az átoltottság, így október 11-e és december 1-e között fokozatosan lazítani kezdenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedéseken. Lassan megnyitják a lezárt Sydneyt is. Ezt három lépcsőben teszik meg. Az első nyitás akkor lesz, amikor az átoltottság meghaladja a 70%-ot. 80%-nál újabb lazítás következik, 90%-nél pedig minden korlátozást eltörölnek.
A rendszer lényege, hogy több szabadságot biztosítsanak a beoltottaknak, mint az oltatlanoknak. Nem akarok ünneprontó lenni, de a teljes szabadság visszatérésére még várni kell. A normális élethez fokozatosan fogunk visszatérni. Az biztos, hogy azok, akik már megkapták az oltás mindkét adagját, és a lakosság mintegy 70%-a ide tartozik, azok élete most megváltozik. Úgy élhetnek, mint a járvány előtt, mondta Új-Dél-Wales kormányfője. A jelenlegi átoltottság lehetővé teszi, hogy megnyíljanak az úszodák. Hétfőn már sokan ki is használták, hogy újra lehet szabadon a vízben sportolni. Emellett az építkezések is folytatódhatnak. A kormányfő bejelentette, október 11-től a pubok, az éttermek és az edzőtermek is megnyithatnak, igaz, mindenhol korlátozzák a résztvevők számát. A valódi áttörés pedig akkor lesz, amikor a lakosság 80%-a megkapja a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját. Ez a szakemberek szerint október vége felé történhet meg. Ekkor új szabályok lépnek életbe, ismét engedélyezik a tömegsportokat, lehet az államon belül utazni, nem lesz létszámkorlátozás az esküvőkön és a temetéseken, a háztartások pedig akár 10 vendéget is fogadhatnak. December 1-től a tervek szerint szinte minden korlátozás megszűnik, még maszkot sem kell majd viselni. A hatóságok szerint ekkor már a lakosság 90%-a beleszóltva, és az oltatlanok is szabadon minden korlátozás nélkül mozoghatnak majd. Négyezer új munkahely jöhet létre a következő hónapokban a hazai kis- és középvállalkozóknál. Dolgozónként ugyanis akár 4 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak, közölte a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor azt mondta, a most induló pályázat célja az is, hogy emelkedjen a hátrányos helyzetű településeken működő cégek kapacitása. Így a támogatás csak nem harmadát új eszközök vásárlására lehet fordítani. A program két részből áll. Egyrészt az újonnan felvett munkavállalók bérére fordítható, másrészt pedig eszközbeszerzésre. Ha az arány nézzük kis túlzással, azt tudjuk mondani, hogy 2/3 fordítható a bérekre, a 4 millió forintnak, és nagyjából nagyságrendileg 1/3 fordítható eszközbeszerzésre. A gyermekvédelmi törvény és ezzel együtt az LMBTQ jogok is szerepet kaptak a legutóbbi baloldali előválasztási vitán. A korábban a vulgaritás sem nélkülöző melegellenes véleményét ezúttal már nem képviselte a Jobbik elnöke. Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára pedig nem tudta érdemben megmagyarázni, hogy pártja miért támogat egy nyíltan melegellenes jelöltet Szegeden. Egy valamiben egyetértett a baloldali jelöltek többsége, hogy kormányon eltörölnék a gyermekvédelmi törvényt. Itt és most megígérem, hogy az általam vezetett kormány sem a szexuális kisebbségeket, sem más kisebbségeket nem fog a gyűlölet céltáblájává tenni. Így tett ígéretet szimpatizánsai felé Jakab Péter a legutóbbi baloldali miniszterelnök jelölti vitán. A Jobbik elnöke azonban nem mindig volt ezen az állásponton. 2010-ben egy miskolci kampányrendezvényen még becsmérelte és szidalmazta a budapesti LMBTQ felvonulást. Nyilván csendőrségről tovább sem fogunk lemondani. És a csendőrségnek nem azt lesz a feladata, hogy ilyen buzi parádékat biztosítsa az Andrásin, mert olyan jól állunk, hogy el lehet vezényelni. Ugye Miskolcon több mint 100 rendőr küldtek az Andrásira, mert olyan jó. Hát jókóban semmi dolog nincs, ugye ezeket az aberrátokat kell nekik kísérgetni. A Jobbik akkor irányvonalát képviselte nemrég mostani szegedi képviselőjelöltjük Tóth Péter is, akinek szavait a Momentum elnöke idézte fel. Fekete Győr András szerint a csanádcsongrádi jelölt tavaly azt nyilatkozta a Pride-dal kapcsolatban, hogy a végsőkig harcolunk a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen. Fekete Győr András ezután Gyurcsány Ferenc feleségét szembesítette azzal, hogy Tóth Péter a DK jelöltje is az előválasztáson. Dobrev Klára erre azt felelte, hogy majd a választók eldöntik, kire bízzák az ellenzék képviseletét. Ezért nem is kezdeményeznek etikai eljárást senki ellen az előválasztáson. Karácsony Gergely is megszólalt a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban, ő azonnal eltörölni ezt a törvényt. Úgy fogalmazott, én tűztem ki elsőként a szivárványos zászlót polgármesterként, és először mondtam beszédet a Pride-on, ezért eltörölném a mostani törvényeket. Ebben egyébként a főpolgármesterrel egyetértett Dobrev Klára is, aki szerint ugyancsak el kell törölni a gyermekek védelméről szóló törvényt. Gyurcsány Ferenc felesége hitettet az Európai Parlament azon döntése mellett is, miszerint egész Európában azonos jogok illessék meg az LMBTQ embereket.
Megnyílt a hunorvadászati kiállítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vásáros naményban. 1800 négyzetméteren, három teremben csaknem 1000 trófeát és preparátumot láthat a közönség. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás kiemelt helyszíne a szabolcsi település. Az állandó tárlatot erre az alkalomra bővítették több mint háromszorosára. Különleges hangulat, egyedülálló élmény, ezt ígéri a régió legkülönlegesebb állandó tárlata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vásáros naményban. A hunorvadászati kiállítás vasárnap este nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, akik a következő három hétben a vadászati világkiállítás ideje alatt ingyen nézhetik meg a trófeákat és preparátumokat. Az aprólékos munka eredménye, hogy a szemlélődő olyan közelségből láthatja és vizsgálhatja az állatok anatómiáját, illetve viselkedését, hogy szinte megelevenedik a kiállítás előtte. 1800 négyzetméteren egy légtérbe helyeztünk el úgy a természet közelébe trófákat, diorámákat, hogy az a laikus számára, a gyerekek számára is egyfajta természetes közeget tár elibéjük. 200 madarat, 400 egyéb preparátumot tettünk, és 600 trófa került bemutatásra. 50 évvel az 1971-es világkiállítás után újra hasonlót rendeztek Magyarországon. Most viszont nem csak Budapest kapott szerepet, hanem a vidék is, többek között vásárosnamény. 2011-ben hangzott el először, hogy a 71-es mintájára egy vadászati egy jubileumot kell csinálnunk 2021-ben. 2016-ban kezdődött a munka, akkor még egy miniszteri biztosi titkárság révén, majd dr. Kovács Zoltán kormánybiztos 2019-ben kinevezték, és onnan már operatív üzemmódba váltottunk át. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy jó 5 év áll mögöttünk. Évtizedekkel később most felmerült egy olyan kérdés, ami a történelemben korábban soha, hogy miért van szükség a vadászokra. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes erre úgy válaszolt, ősi antropológiai örökségünk a vadászszenvedély, a magyar vadászat hungarikum nemzeti büszkeségünk. Az ember felől nézve, az ember antropológiája felől nézve a vadászat legitim. A természet felől nézve ugyanígy van, hiszen természetgazdálkodás, se erdő, se mezőgazdálkodás nem lehetséges fenntartható vadászat nélkül. Ugye a vad hozzátartozik az erdőhöz, mezőhöz. Senki se gondolja, hogy ki kellene írtani a vadat az erdőből és a mezőről. Márpedig, ha van erdőn és mezőn, akkor mondjuk egy koca évente szül 5 malacot. Abból legalább 2 koca. A következő évben az már 15 malac. És így tovább, hogyha nem volna vadászat, akkor pillanatok alatt elpusztítaná az erdőt, és ezzel saját maga életterét is. Magyarország a történelem során mindig vadászati nagyhatalom volt, akárha csak a csodaszarvasra gondolunk. Ázsiából hozott örökségünk vált fantasztikus vadászati kultúrává Közép-Európában az Osztrák-Magyar Monarchia idején. Ez a legmagasabb rendű vadászati kultúra. A vadászati világkiállítás részeként rendezik meg az idei nemzetközi bojlis horgászversenyt a Balatonnál. A pénteken kezdődő 8 napos megmérettetés a világ leghosszabb ideig tartó horgászversenye. A bojlis módszer eredeti célja, hogy nagy testű halakat fogjanak ki. A szervezők az idén fokozottan figyelnek a környezetvédelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat mennyi etetőanyagot és csalit használhat. Maga a bojli egy főzött csali, ami állati és növényi eredetű fehérjéből és szénhidrátokból van összerakva. Így néz ki a horgászok egyik kedvenc csalia. A bojli méretének és az összetevőinek csak a fantázia szabhat határt. A bojlizás, ahogy a pecások mondják, már-már egy életforma. Főként nagy pontyra vadásznak, amelynek a legkedveltebb lelőhelye a Balaton. Ez egy behúzós horgászmódszer, tehát ez egy nagyon sok felszerelés kell, csónakok, botok, sátrak, és láttátok itt ágyaktól elkezdve minden. Nagyon-nagyon fontos része a bojlis horgászatnak az önmagában nem csak maga, amivel horgásznak a bojli, hanem maga a helykeresés. Már a iparág épült erre, sőt, külön versenyeket is szerveznek a vérbeli bojlis horgászoknak. Élete egyik legnagyobb megmérettetésére készül Dániel is a nemzetközi balatoni bojlis horgászversenyre. Azt mondja, minden tudását latba veti majd, hogy megnyerje. A halfogás az ami miatt izgulunk, nézzük, hányadikak vagyunk, aktuális hely, le kell reagálni nagyon sok mindent, a szomszédot figyelni is szoktuk, ugye, mert hát ugye azt is lereagáljuk, ha mi nem fogunk halat, ők fognak halat, hogy mi az a távolság, teszem azt, vagy
vagy odébb kell raknunk a szereléket. 121 egyenként 4 fős csapat méri majd össze a tudását a nemzetközi versenyen, amelyet idén 10. alkalommal szerveznek meg a Balatonon. A program pénteken kezdődik és 187 órásra tervezik, amely így a világ leghosszabb horgászversenye lehet. A főszervező Szamosi Attila az M1-en azt mondta, fokozottan ügyelnek majd a környezetvédelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat legfeljebb mennyi csalit használhat. Jól tudják ezt a külföldi jelentkezők is. Az idei évben jönnek Németországból, Szlovéniából, Romániából, illetve erdélyi magyarok a versenyre, de mégis magyarok, tehát kb. 90%-ban magyar indulók vannak, aminek egyébként mi örülünk is, a magyar tengerről beszélünk, egy magyar szervezésről, miért is ne a legnagyobb részben magyarok induljanak. Az első 30 nyertes összesen 10 millió forint értékű díjat kap majd. Hány liter vizet szennyez el egyetlen cigarettacsik? És hogyan lehet feltérképezni és eltakarítani az illegálisan lerakott hulladékot? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Áder János legújabb internetes beszélgető műsorában. Ezúttal Kertész Balázs környezetmérnökkel beszélgetett a köztársasági elnök. A hangfelvétel mától elérhető az interneten. Tévék, kanapék, összetört monitorok, sitt, használt pelenka. Általában ezek alkotják az illegálisan lerakott szemétkupacokat. Kisebb vagy nagyobb a kupac, csúnya. Csúnya és a környezetet károsítja. Itt olyan dolgokat találtunk, hogy az aktivistákból úgy körülbelül a fele azt mondta, hogy ezután ő nem jön többet. A Kékbolygó című internetes beszélgetés legújabb adásában a köztársasági elnök Kertész Balázs környezetmérnökkel beszélgetett, akinek ötlete nyomán egy applikációnak köszönhetően már 10 000 köbméter illegálisan lerakott szemetet sikerült eltakarítani országszerte. Ha valaki lát egy illegálisan elhagyott szemétkupacot, akkor letölti az alkalmazásunkat, előveszi a telefonját, lefotózza ezt a szemétkupacot, és mi ezt egy bejelentés formájában megkapjuk, feldolgozzuk, leellenőrizzük ennek a valóságtartalmát. A bejelentésben a bejelentőnek van lehetősége leírást is megadni, hogy könnyítse a mi és a hatóságok munkáját. Hogyha validáltuk ezt a bejelentést, akkor onnantól kezdve pedig ez az illetékes hatósághoz kerül el. A beszélgetésben szó volt a cigarettacsik természetkáros hatásáról is. Egyetlen egy cigarettacsik hány liter víz, ha vízbe kerül, víz elszennyezésére alkalmas. Ha jól emlékszem, 1000 literről, vagy akár többről van szó. Tehát kevesen gondolják azt, miközben pöfékelnek és eldobják a csikket, hogy az, hogyha a természetes vizekbe kerül, ez milyen hihetetlen szennyezést idézhet elő. Kertész Balázs környezetmérnökkel, a Jövő Öko Nemzedéke Alapítvány alapítójával beszélget Áder János legújabb podcastjában, ami mától elérhető az interneten. Összedőlt egy templom a spanyolországi La Palma szigetén, miután elnyelte a vulkánból kiömlő láva. A templomnak először a harangtornya csúszott meg, azután az egész templomépület összedőlt. A láva már a hét elején megközelítette a templomot, de akkor megállt közvetlenül az épület mellett. Most azonban tovább folyt és elérte, majd el is nyelte a templomot. A szigeten lévő vulkán több mint egy hete tört ki, azóta több száz ház összedőlt, és csaknem 6 000 embert evakuálni kellett. Izzó láva és hamufelhő lepte el a La Palma szigetén található Todoke városát vasárnap délután. A Cumbre Vieja vulkánból napok óta ömlő magma hatalmas pusztítást végzett a népszerű tengerparti településen. A 10. Szent Pius plébánia templom éppen a láva útvonalában, a tengerpart felé vezető úton állt. Az egyik közösségi oldalra feltöltött videó jól látszik az a megrázó pillanat, amikor a megolvadt kőzetanyag mindössze néhány perc alatt döntötte romba a város vallási központját. Vulkanikus hamutól tisztítják meg a kifutópályákat La Palma repülőterén. A légi kikötő szombattól nem indított és nem is fogadott járatokat, miután a vulkánból előtörő hamu életveszélyessé tette a repülők közlekedését. Vasárnapra ugyan sikerült megtisztítani a repülőtér környékét, a nyitás ellenére azonban a légitársaságok továbbra sem indítják el járataikat a szigetről. A bejelentés után az emberek valósággal megrohamozták a város kikötőjét, hogy komppal hagyják el La Palmát. A spanyol hatóságok napokkal a kitelepítések után vasárnap
tegnap engedélyezték először az embereknek, hogy visszatérjenek otthonaikba és felmérjék a károkat. A Kanári Oktatási Tanács jelentése alapján a következő napokban szünetelni fog a tanítás a térség iskoláiban, mivel a vulkáni robbanások komoly veszélyt jelentenek az épületekben tartózkodókra. Felmérések szerint a láva folyam eddig 420 házat döntött romba és 190 hektárnyi területet terített be. A vulkánkitörés óta halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés, de a sziget gazdaságilag kulcsfontosságú banán ültetvényeinek mintegy negyede veszélybe került, ami hatalmas problémát okozhat, ugyanis a spanyol sziget lakosságának több mint harmada ezekből él. Láncreakciót váltott ki a kamionsofőr hiány az Egyesült Királyságban. Az üzemanyag hiány után már az élelmiszerellátásban is gondok vannak. A kormány azt kéri, senki se kezdjen pánikvásárlásba, mert akkor nem lesz elég élelmiszer. A gondot az okozza, hogy a Brexit óta rengeteg uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából. Sorban állnak az emberek benzinért Londonban. Van kút, amely ki sem nyitott. Napok óta üzemanyaghiánnyal küzd az egész Egyesült Királyság. Már majdnem egy órája itt vagyok. Tegnap is itt voltam, de mire sorra kerültem volna, elfogyott a benzin. Ez nagyon felháborító. Sofőr vagyok, és természetesen benzin nélkül nem tudok dolgozni, mondta egy férfi. Benzin és dízel is van bőven az országban, csak sehogy sem jut el a kutakig. Kamionsofőrökből van ugyanis nagy hiány, csak nem 100 000-en kell lennének ahhoz, hogy visszaálljon a rend. A koronavírus járvány okozta munkanélküliség és a tavaly januárban életbe lépett Brexit szabályozások miatt nagyon sok uniós állampolgár távozott Nagy-Britanniából, köztük 30 000 hivatásos kamionsofőr. Az ő hiányukat érezni most, és ez az egész gazdaság körforgására kihat. Már az élelmiszerellátásban is fennakadások vannak. Üresednek a polcok, nem érkezik utánpótlás. A szupermarketek most arra kérik a vásárlókat, hogy ne kezdjenek felhalmozásba karácsonyra, ne rohamozzák meg az áruházakat, mert abból csak még nagyobb baj lesz. Hogy enyhítsék a gondokat, a kormány bejelentette, átmenetileg enyhíti a külföldi kamionsofőrök vízumszabályait. 5 000 külföldi sofőr kaphat soron kívül átmeneti, nagy-britanniai munkavállalási engedélyt, mindenek előtt üzemanyag és élelmiszerszállító teherautók vezetésére. Elemzők viszont azt mondják, nem a külföldi munkaerő alkalmazása jelenti a hosszú távú megoldást. Véleményük szerint a munkakörülmények javításával és a fizetések emelésével a cégek maguk is hozzájárulhatnak a probléma megoldásához.